talán itt megjelent a végtelennek a jelképe, a nyolcas. Megjelent egy szív, talán ez a fáradtságra utaló szív, és egy kígyózó érzelem. Fél a váltásoktól? Nem. Mindig is egy olyan ember voltam, aki a mindenkori élethelyzetnek megfelelően tudtam váltani. Nem. Kis Katalin Ilona gyerekkorában tartott utoljára ecsetet a kezében. Középiskolásként művészeti pályára készült, de aztán máshogy alakult az élete. Férjhez ment és gyerekeket nevelt. Egy késztetés, ami szinte nem is, hogy sugalta, mondta a számomra, hogy fessek, kezdjek el újra festeni. Van, amikor reggel kezdek el festeni, van, amikor éjszaka, van, amikor délután. Ez teljesen változó. Azt érzem, amikor le kell ülnöm, és most festeni kell. Ez hozzátartozik, hogy az erőmtől függ, hogy egyfolytában ülök a rajztábla mellett, vagy pedig csak mondjuk egy képet lefestek. Az én belső szeretetemet tükrözik ezek a képek. Nem azt a fajta szeretetet, amit nekem kellene kapnom, hanem amit én szeretnék adni. Ezért fakadnak a lényemből. A szeretet az végtelen, de hát, hogy azért tudok ennyi képet festeni is, mindenkinek szól. És azért annyira mások is a képeim. Nincs két egyforma. Hiába festettem ilyen rengeteget. 300 képet festettem körülbelül. Hogy hát hol van a vége? Hát úgy szeretnék meghalni, hogy az ecsettel a kezembe, az egy biztos.